They are the three world title fights. Francois Botha, Greg Stiptebeck, George Foreman, and of course... The Foreman nem tett eleget ennek a visszavágónak, és lemondott a bajnoki címéről. A megüresedett bajnoki trónért Axel Schulz mérkőzhetett, méghozzá a dél-afrikai Franz Botával Németországban, de ismét csak vitatott pontozással az ellenfele Franz Botát hozták is, úgy tehát megint beszított egy lehetőséget, hogy világbajnok legyen, az újra megüresedett trónért Michael Moorerrel mérkőzött, és nem egyhangú pontozás, a kettő egyarányú pontozással Michael Moorer hirdették győztesnek. Schulzra abszolút jellemző, amit csinál, ez abszolút az ő box. Kemény, nagyon kemény, ki is esett Ribalt a fogvédője és tántorog, de talpon marad, és ezért a mérkőzésvezető nem állítja meg a mérkőzést a profi szabályok szerint. Ribalt még mindig talpon van, keményen, jobbal, ballal, és még mindig, és ebben a pillanatban a gong megmenti Ribalt, megpróbálna ajtót. Szép volt a követő, jobb, ott maradt Ribalt a feje. Kihasználni Ribalta a hosszabb karja nyújtotta előnyt. Kétszer talált Schulz jobban. Ezt ügyesen csinálta Ribalta. Nagy így a csalódás érje, sőt meglepje Ribalta, hiszen a Schulz kezdeményező, ez egy szép alkaros volt, amikor... Szép! Jó messziről indította el, csak már lassú volt az Ribalta, hogy kezelje, de megint legalábbis óvatos. Aztán belemegy egy nagy ütésváltásba, és Schulz jön ki jól belőle. Kicsit fölcsúszott, és nem volt tiszta, ez jobb volt. És ha itt betalált volna, igazán pontosan nem csúszik meg Ribalta. Szép! A második jobb kezese volt tiszta Schulznak. Most a bal. Hopp, pont 20 másodperccel a vége előtt megint számolni kell Ribaltára. Voltak igazájuk. Most még egy nagy roham.